Az új megfigyelő készülékre a fiatalok az idén szervezett jótékonysági báljukon gyűjtöttek. Vajdasági Magyar Szövetség Zentai Ifjúsági Fóruma 7. alkalommal szervezi meg ezt a jótékonysági bálat, és ez az idei rendezvényünk az eddigi legsikeresebb, ugyanis 140 ember vett részt rajta, és 180 ezer dinár folyt be. Az akcióhoz csatlakozott a Zentai Intellektus civil szervezet is. Fő feladatunknak azt tekintjük, hogy megmozgassuk a fiatalokat, összefogásra buzdítjuk a közösséget, aminek úgy gondolom ez egy megnyilvánulása volt a bál, valamint ez az adomány, mivel ugye a civil személyek adományait leszámítva, valamelyik három szervezet adakozott úgy szintén, hogy megvalósuljon ez az eszköz, amelyik volt a Vajdasági Ifjúsági Szervezet, az Zentai Ifjúsági Szervezet, valamint az Intellektus Ifjúsági Civil Szervezet. A kórháznak már nagy szüksége volt az EKG berendezésre, amely a szív működését vizsgálja. Nagyon sok minden hiányzik a kórházban, a gépeink öregek, úgyhogy minden donáció nagyon-nagyon nagy segítség. Az EKG az egy alapvető vizsgáló módszer, és annak ellenére még ezeket is elég nehezen tudja a kórház felújítani. Az Ifjúsági Fórum jótékonysági akcióinak a célja, hogy felhívja a fiatalság figyelmét arra, hogy saját magunk is jobbá tehetjük környezetünket, és segíthetünk abban, hogy jobb körülmények között éljünk. Nem várhatjuk mindig azt, hogy különböző minisztériumok, külföldi befektetők, vagy akárki álljon Zentára, vagy akármelyik másik településre és varázsütésre jobb világot teremt mindannyiunknak. Ezen mindannyiunknak dolgozni kell, és szerintem főleg az ifjúságnak. Az új eszköz értéke 127 ezer dinár. A jótékonysági adományokból fennmaradt összegből az Ifjúsági Fórum 10 új ágyat szeretne adományozni a zentai 100-szor szép óvoda számára.